ez ritka, van, ritka, hogy első előadóként már így folytatnom kell, és úgymond nehéz megszólalni a sok felvetett szál miatt, de akkor... ja, megbeszéltük, hogy ide állok, hogy ne takarjam ki a képet, és valahol elhagytam a vetítő. Köszönöm. Mert hogy... hát hoztam. De jó. Mindig nehéz így a térben elhelyeződni egyébként. Ez már fontos, ahogy látjuk a magyar mostani 20. századnak, vagy tudom most már 21. pláne, nem is annyira sikerült. Meg egyáltalán szervesülni a környezetbe. És ugye én szoktam is mondani, hát részben viccesen, hogy a tudományos módszertanom az a helyivé válás módszertana, nagyon javaslom mindenkinek, tudni kell, megspórolhatatlan. Tehát, hogy szervesülni kell abba, amit akkor kénytelenek leszünk így nevezni, hogy táj, mert van ez a fogalom, és ezt is ugyancsak javaslom bevenni, már hogy jobban a köztudat, vagy a tudásunkban. Én még itt az elején fogok egy kicsit táncolni, aztán meg pláne. Itt meg azok nem látják, amit vetítek. Vagy igen, vagy hogy jó lesz így? Na jó, köszönöm. És akkor, tehát két, tehát hogy mondjam, elkezdem akkor fölvetni a szálakat. Egyrészt az volt ugye a címként megadva, és ezt szerettük volna, hogy tájgazdálkodás, mint szerves vízgazdálkodás. Ez az ismert téma, remélhetőleg ismert téma, és tényleg akkor itt azzal a problémával is küzdünk, hogy aki már ezt hallotta, vagy tud róla, annak esetleg unalmas meghallgatni 51 ére, hogy na, tényleg ez az. Másrészt meg, aki meg nem hallotta, annak meg, hogyha elkezdjük az 5.-6. emeleten, akkor nem érti, vagy zavarosnak tűnik. Ezért én azt gondoltam, hogy azt az alcímet adom az előadásomnak, hogy alapok és aktualitások. Tehát elmondanám nagyjából elmondanám, hogy mégiscsak miről van szó. Azzal mindig, hogy közben lehet kérdezni, de csak óvatosan. Jó, majd tehát, hogy kontrollálva az idő miatt, de én tényleg felvállaltam, mert ott a YouTube-on csak beírkálni tudunk esetleg alá, de itt közben akkor lehet kérdezni, hogy mit nem értenek, de hangsúlyozom, hogy óvatosan, és igyekszem határozottan visszametszeni, hogy a mederben tartani az eseményeket, illetve az előadást. Na itt a egyensúly is ki lett most már téve. És hát nem, tehát sorba fogom törgetni az elején a úgymond kedvenc diáimat. Három részből áll, amit én itt szeretnék, hogy előzetesen készültem, és nem a kérdések része. Leszögezni, az első részben leszögezni, hogy kétféle világnézet van. Kétféle világ van, azért, mert kétféle világnézet van. Ez persze egy modell, egy szellemi játék, javaslom mindenkinek itt most, de segít a tájékozódásban. Tehát, hogy élesen el kell különíteni ezt a kétféle világot. Itt mutatja ez is a kép, és erről fog szólni az eleje, nagyon gyorsan, nagyon röviden, erről sokat beszéltem már remélhetőleg, csak ezt szeretném leköszögezni, és a későbbi tájékozódást segíti, vagy annak alapja. Utána a tájról, tájműködésről, hogyan szükségszerűség a tájgazdálkodás, egyáltalán mi az, hogy tájgazdálkodás, ahhoz a tájfogalmat értjük, vagy nem értjük, tehát hogy ezt szeretném. Azért is ennek az az apropója, hogy csináltunk augusztus 1-én most ugyancsak tevékkel, meg mutatványosokkal egy performance-t, vagy egy ilyen flashmobot csináltunk a Budapest főterén, Erzsébet téről elmentünk az Agrárminisztériumba tevékkel, meg gólyalábasokkal, csinadratával. Az kínunkban nyilván, mert a két évvel ezelőtti konferencia az akkori asszály kapcsán, hát úgymond nem kapott elegendően érdemi vízhangot, hogy hát ha akkor ez a vásári komédia, ha már ilyen komédiára veszik, kap. És ott megjelent egy tudósítás, hogy aminek az első szavából kiderült, hogy nem nincs meg ez a fogalom rendesen. Tehát a tájgazdálkodást fogalmat úgy értette, hogy a tájban folyó gazdálkodás. Na most minden gazdálkodás a tájban folyik, sőt minden
tevékenység a tájban folyik. Tehát nem ez a differencia specifika, vagy a megkülönböztetés, hanem a táj működéséhez igazodó gazdálkodást nevezzük tájgazdálkodásnak. Na, erről lesz szó a második részben. A harmadik részben pedig konkrétan akkor a vízgazdálkodásról, és hogy ez hogyan, miért nevezhetjük szervesnek. És itt térek vissza a sátor egész koncepciójához, négy napos koncepciójához, hogy a vidék jövőjét igenis a szervesség jegyében képzeljük el, illetve ez a sátor arról akar szólni, a kétféle világ, világnézet közül, a iparszerű és a természetszerű világnézete körül, ez a két értékmentes címkével, tehát ne azt mondjam, hogy modern, mert arra azt hiszik, hogy azt mondtam, hogy jó, pedig nem, csak egy történelmi korszakot mondtam, vagy hogy hagyományos, azt se érti a magyar. Tehát minden esetre, hogy az kétféle címkét, amit javaslok a két világ megkülönböztetésére, az az iparszerű és a természetszerű, és a természetszerűnek a leírása a szerves, vagy külföldi organikus, az iparszerűé mechanikus ezzel szemben, stb. Ezt jól lehet külön nézni. Egy kicsit fogok ebből csak felvillantani, hogy rögzítsem. Mindenesetre ez a sátornak a programjában, hogy ezt a másik féle világnézetben gondoljuk elképzelni, vagy ezt akarnánk felmutatni, hogy már pedig lehet. Tegnap volt ugye a talaj kapcsán szó erről, ott ugye le is csúsztunk némi szakmai tartalmakban erről, hiszen a jelenlegi világ, látni kell, az a modern iparszerű világ. És mindannyian, akik fizetéseket kapnak, úgy mondom, a világban, vagy hogy pénzeket kapunk, az többnyire ebből származik. Ezt ér, nem baj, csak vagy baj, de lássuk át. Tehát, hogyha ez tudatosul, az már jó. Akkor, hogyha egy másik világot akarunk teremteni, vagy építeni, mert hogy viszont ebben a modern iparszerű világban nincs élet. Ebben sterilitás van, ami nem az élet. Meg sok minden van, egy technodiktatúra, stb. Itt az Imre bácsinál is elhangzott, de ezt a kettősséget javaslom megkülönböztetni. Az élet az a másik féle világban van, ebben a szervességben. Nincsen semmilyen érték, ami ne a természetből jönne végül is. És nincsen semmilyen szemét, ami ne oda menne vissza végül is. Jó, tehát a szervességről így. Na most itt ugyanez ez a kép, de nem akarok minden diát részletesen venni, mert önmagáért kell, hogy beszéljenek, de az, hogy persze az időjárás, mondja a gyerek. Mert ugye a felnőtt, hogy hát megőrült az időjárás. Hát ja, igen. Hát magáért beszél kép, tényleg oda se nézek, hogy akkor hát ha jobban. Jó, itt ez, hogy hogyan függnek össze a dolgok, volt arról, hogy a vízről lesz szó, hát ugye itt az egészről lesz szó, hát és a víz az, ami összeköt, és itt a miről lesz szó kapcsán, ez a három rész, amit mondtam, és innentől fogok. A helyzetértékelésben lapozok, annyit jegyzek meg, hogy az idei évben is március 28-án állt le az ativiziknek a belvízvédelmi készültsége. Addig szivattyúzták le pénzért a vizet a homokhátság aljáról. A tetejéről nem, mert akkor már nem volt, nincs ott víz. De az aljáról igen. Pénzért belvízvédelmi készültség. Itt mutatjuk, hogy az előző években is. Hogy így volt, egyszerre van aszályvédelmi készültség, meg belvízvédelmi, olyan is volt. Ismert diáim, elérhető a YouTube-on, nem akarom. Ja, végigjöttem a múltkor egy hete Békés megyétől Somogy megyéig. Hát Békés megyének a 40% a kukorica. A területnek úgy lát, 40% kukorica, 30 napra forgó, 20 búza tarló, 10 meg a maradék. Bugac környékén is volt még kukoricavetés, másképp néz ki, mint a békési, de mind a kettő sárga színű. Tehát majd az adatok még majd most fognak kijönni. Hát ez nem teljes elpusztulás, de egy kényszerérés, tehát mit tudom én, fele kétharmada termés maximum. Úgy, hogy közben én megkaptam a közvetve, hát a Facebookon tartom ugye a katedrámat most, tehát hogy a miniszter úrtól, hogy hát ez hülyeség, amit mondunk, inkább a többletvízzel van a baj, mint a kevés vízzel, mondta ezt áprilisban. De vízügyi szakemberektől is megkaptam, hogy amikor én párolgási kereslet fogalmat használok, olyan nincs is a szakirodalomban. Hát de mondom, van, mert most írtam le. És hogy az eddigi szakkifejezések nem jók, hogyha ez lett az eredmény. Tehát valami újat kell kínomba kiket találni már, 500-adjára megfogalmazni ugyanazt tényleg, hogy hát ha valahogy egyszer leesik, vagy jobban beszivárog,
ez a fajta, amit akarunk mondani. És ezért jók ezek egyébként, és fontosak ezek, ezek az élő fórumok, és ezért nem hiába való ez a beszélgetésszerű előadás, mert a diasorok hát megvannak már, meg a tanulmányok elérhetők. Jó? Tehát, hogy ezeket most így klipszerűen mutatom csak, majd mindjárt megállok egy-két helyen. Tehát, hogy rendszerbe kell gondolkodni, nem jelenség szinten. Ugye megint a kettős szemléletet nagyon jól illusztrálja, hogy itt egy belvíz veszélyeztetett szántó van, vagy egy szántó veszélyeztetett meder. Ugye attól függ, hogy mi van a jó helyen, hát a mederben a víz lenne jó helyen. Sajnos ez még mindig nem, ez egy 10 éves képem, gondolom, hogy már unják itt, de még az új államtitkárnak nem mutattam. Vagy nem. Nem tudom, hogy látta. Jó. Tehát, hogy mi a szép, ugye a kétféle világ, az az erdő, vagy ez az erdő, iparszerű, vagy természetszerű, és ugyanez egyéb tekintetekben is, és mit adunk a gyerekeknek, hogyan programozzuk a gyerekeket, hogyan programozzuk saját magunkat. Hát hogyan költjük el a milliárdokat, vízelvezetésre, csinálunk villámárvizet, meg aszályt egyszerre, vagy nem. És ugye itt ez akkor a tájnak a komplett képében a duzzasztós, öntözős. Nagyon fontos, hogy a nap végére végképp mindenki bederüljön ki, hogy nem öntözés. Ja igen, ezt akartam még bevezetőként, nem öntözés. És a másik nagyon furcsa lesz, remélem, vagy hogy tudok újat mondani, hogy nem az eső. Nem az esőért kell imádkoznunk, hanem azért kell imádkoznunk, hogy a szakembereink, kicsi, közepes és nagy döntéshozóink, meg döntésalkalmazóink, meg döntéselőkészítőink, értsék meg, hogy az árvízi víztöblet táji használata, kivezetése, vízkörforgásba csatolása, táji működésbe csatolása nélkül nem lehet megoldani ezt a problémát, amit itt létrehozott a modern vízgazdálkodás és tájhasználat egyben. Jó, tehát nem, mert ez olyan, hogy az esőért imádkozás, és tényleg olyan idétlen, hogy na apuci ad pénzt fagyira, vagy nem ad. Adott akkor jó, ha nem adott, akkor meg nem jó. Na most nem erről van szó, tehát ha tetszik, még már szinte pontatlanul, de hát érzékletesen mondva, nem az esőt kell kérnünk, vagy nem az esőt tudjuk csinálni, hanem azt a rendszert tudjuk csinálni, ami az esőt tudja csinálni. Jó, tehát, hogyha a tájat vizesítjük, vízzel töltjük fel a tájakat, akkor az fogja csinálni az esőt, mert lesz víz a rendszerben, most pedig nincs. Sőt, nem, hogy nincs, hanem, hogy direkt nincs. Tehát, hogy akartuk, hogy ne legyen, nem, de hogy akarták. Tehát a jelenlegi paradigma az még mindig arra van súlyozva, hogy ne legyen víz. Amikor van víz, akkor elvezetik, amikor meg nincs, akkor meg gondolkodnak, vagy nem, mert esetleg Budapestről az se látszik. De illetve így, jó? Igen, tehát így a kettősség. És akkor ez őrült fontos, ez a kérdés, mire való a természet? Tehát ezt kell feltenni, és nem lehet, tehát mindenféle szakmai kérdés, meg szokták nekem, hogy a gyakorlatról beszéljek, stb. De hiába, tehát nem a gyakorlati ismereteken múlik, addig el se jut a szakember tudatilag, nem tudja beengedni, a fogalmakat nem tudja beengedni, hogyha nincs megtámadva ezzel a kérdéssel, na jó, de most akkor mi a természet, mire való a természet? Most a természet tényleg egy üres buta asztal. Egy üres, buta asztal, amire nekem, mérnöknek kell oda tenni az életet, meg hogy értelmessé tenni, ez alatt a többnyire a profitot értjük, ugye. Vagy pedig a természet nem hülye, át is állok egy kicsit így a másikra. Tehát vagy pedig nem, a természet nem hülye, a természet élteti önmagát, eteti, itatja, és benne az embert is. Tehát ez két külön világnézet, és erre mondtuk, hogy na akkor a természet, mint élő lény, és a tájak, mint élőlények, és a tájaknak van eredendő működés, van struktúrája, mint egy embernek, és azoknak vannak szervrendszerek, szervek, kapcsolatok köztük, van egy élő működése, aminek a célja az élet. Ami sterilizálással, meg mindenféle, tehát például a műtrágyázás logikája. Tehát, hogy nem, a talajban nincsenek úgy benne a dolgok, hogy a növény fel tudja venni. Igen, nincsenek. Szegény evolúció eltévesztette. Tehát, hogy ez biztos, hogy elméletileg rossz. Lehet, hogy már van az a helyzet, meg én értem, hogy ki lehet, be lehet nézni azon az ablakon, ahol az látszik, hogy jó ötlet ilyen mű trágyákkal, meg mű dolgokkal a természet éltetődését. Ja nem,
a profit növekedését és a termés mennyiség növekedését erősíteni, de akkor megint nyissuk rá arra a szemünket itt ezzel a válsághelyzettel a hátunkban, hogy nem jó gondoltuk, hogyha azt gondoltuk, hogy a természet hülye, és úgy vannak benne a tápanyagok, hogy a növények nem tudják felvenni. Hát akkor mi a fené? Tehát ez nyilvánvaló nonsens. Jó. Itt akkor a tájgazdálkodást definiálom. Tehát a tájgazdálkodás, és ez őrült fontos lábnyom, megint Imre bácsi tanár úr, hogy a marháknak, vagy a égő fegyvereknek, vagy olajkutaknak. Tehát, hogy minden emberi működés tájhasználat, de nem minden tájhasználat tájterhelés. És ez itt egy nagyon optimista hozzáállás. Tehát azt állítom, hogy nem az emberrel van baj, hanem a modern emberrel van a baj. Tehát nem eredendően van baj az emberrel, nem igaz az, hogy az ember mindenképpen, mert a lábnyom fogalomban ez van benne, megjegyzem, egy Shell alkalmazott találta fel, hogy mindenképpen kisebb vagy nagyobb, de lábnyomod már pedig van. Kérdezem én, hogy az őznek mennyi az ökolábnyoma? Vagy a gilisztának? Vagy a víznek mennyi a vízlábnyoma? Tehát, hogy nem értelmezhető, nem erről. És ugyanúgy ökológiai vízigény, meg mindazon fogalmakat, amik most használunk az ökológiában is, és a tervezésbe belekerült, már a krédóba benne van, hogy hogyan szoktuk ezeket a kérdéseket kezelni, azokat mind kritizálom, és arra hivatkozok, hogy nem is jutottunk sehova. Na ezért nem jutottunk, mert hamis az a képünk róla, hoppá. Az ökológia vagy a zöld képünk is hamis, mert működésről kell beszélni, vízműködésről, tájműködésről, eredendő, tehát a dolgoknak a létéből fakadó működéséről kell beszélni, abba kell beilleszteni a vízhasználatot, és nem víztakarékosságról. Vagy így lábnyomosdiról. Mert tud lenni lábnyoma az embernek, de ez attól függ, hogy működik, akkor megint a működése. Szoktam ugye mondani, hogy 100 horgász okoz nagyobb bajt egy vízen, vagy 2. Egyet szoktam mondani, de ugye hát mindig új előadást kötöttem. Hát attól függ, hogy viselkednek, azaz hogyan működnek. Ha jól működik az a 100, illeszkedően, amit szemetet hozott a városból, azt vissza is viszi, stb., akkor nem látszik ott másnap, hogy ott voltak. Ha meg hülyén működik a 2, akkor meg látszik. Tehát nem igaz az, hogy na akkor az ember, és akkor itt jön a rezervátum szemlélet, konzervációs szemlélet, ugye ami a szegény természetvédelem, üdvözlöm kollégám, és ugye ebbe a struktúrába lett beletéve, és ugye a természetvédelem fogalma maga és a szakmai tartalmai maga, ugye ott van, hogy megy velünk a vonat a rossz irányba, nem baj, akkor minden 10%-ot pénzben és területben a természet védelmére költjük. Hát ez olyan, mint hogy elindulunk a rossz irányba 10 lépést, és egyet visszalépünk. De utána megyünk arra tovább. Hát ez nagyon jól hangzott évtizedekig, csak ezt megint rá kell gyújtani egy lámpát, hogy ebből nem lesz másik irányba levő eljutás, és rossz az az irány, amerre haladunk. Hanem, és akkor itt jön a megoldás, a tájgazdálkodás. Tehát nem embert a természet ellenében, vagy a természetet az ember ellenében kell védeni, támogatni, hanem át kell látni, hogy az ember része a természetnek, vagy fordítva. Én tudom, hogy az embernek is van természete. De hát ugye a klasszikus vizsgálatom a bankár és oxigén viszonylatában, hogy melyiknek van nagyobb szüksége a másikra, és ugye úgy találtam, hogy a bankárnak nagyobb szüksége van az oxigénre, mint fordítva, tehát az oxigént előállító rendszer az magasabb rendű, mint a bankárt előállító rendszer. És a rendűség kérdése, hogy az megoldja, hogy a természetet kell védeni, de nem védeni kell, hanem megfelelően gazdálkodni, vagy megfelelően hozzáállni, tehát a hierarchia sort tartsuk be. Tehát nem kék négyzet vagy zöld kör, hanem egy dimenzióval magasabban a hengerről van szó. Hát nem mondom el ezeket, hanem akkor a tájműködés, és aki már nagyon tudja, ezt végzett többször a földrajzszakon, illetve úgy végzett, hogy mert nagyon érdekes ez a geográfusság, én baromira büszke voltam,
rá, hát most is vagyok, csak közben rájöttem, hogy attól, tehát nem a disziplinám múlik, ez megint akkor egy érdekesség akkor itt élőben, hogy valaki elvevő vagy megtartó, hogy Daniel Quinnnek a fogalmait említsem, tehát hogy melyik világnézetbe megy. Nem a disziplinán, a szakmaiságon, hogy na mérnök, akkor elpusztítja, ha ökológus, akkor meg jó. Hát nem mondom ezt, sőt. Hanem lehet, tehát az ökológus vagy a geográfus is abszolút lehet a gyarmatosítás szolgálatában. Tehát ezeket a szakmai tartalmakat fel lehet használni a gyarmatosítás, világelfoglalás, stb. Szolgálatában, és fordítva is, egy közgazdaságtani ismereteket is abszolút lehet a most így mondom, akkor a jó irányba, bár ez egy értékorientált fogalom, hogy jó, de hogy akkor az életirányba működtetni. Nagyon fontos. A mérnökséget meg pláne lehetne. Tudnék, a mérnökök tudják leginkább, hogy hogyan rontódott el. Túl jól sikerült ez a 19-21. Század, azaz rosszul. Tehát, hogy ezben, tehát mert nem lehet, tehát az életet nem lehet előállítani, meg ezen nem is akarják most már. Tehát a műélelmiszer, művilág, technofalangszter, a fejlesztése a városokból, egyáltalán a társadalomból nem is akarják, ez őrült fontos tézis megint. Tehát a világ folyása, a történelem logikája szerint abszolút erre haladunk, és az emberek, úgy értem az egykori emberek, most népesség, simán meg is fogja szavazni, tehát a kényelem meg a vérbiztonság mentén simán bemegy a technofalangszterekbe, simán föladja a hát mindent, ami emberi volt, sőt, föl is jelenti azokat, akik izgágán mást akarnak adott esetben. Jó. Tehát itt ennek a kisebbségnek nagyon oda kell figyelni, hogy szellemileg legalább többség legyen. Visszatérve akkor a földrajzórára, tényleg elhadarom. Ez a tektonikai süllyedését mutatja az Alföldnek, csak hogy az Alföld fogalom mennyire a Tisza fogalommal azonos kell legyen. Tisza nem egy csatorna, hanem a táj maga. A tektonikai, tehát nem a gazdasági vagy a demográfiai, vagy az mindegy, hanem süllyed így az Alföld, azért, ahogy a Kárpát-medence emelkedik, úgy süllyed az Alföld, ezért lehet tud sík lenni egyébként. És mindazt az anyagot, amit az Alföld fölépít, ami az Alföldet fölépíti, még ha homok is, akkor is a Tisza hozta ide. A Tisza alatt ezt az egész vízrendszert értem. Az ős vízrendszernek egy képe, hát ha itt van, titkos információk következnek. Tehát ez látszik a táj mintázatán, ez az ősi medre, hogy a medrek hogyan barangolták be, hogy írja a szakadom, szeszélyesen kígyózó medrében bebarangolta a Alföldet a Tisza. Hát ez egy szakirodalmi szövegben van mérnökibe. Hát ugye ez enyhén szóló és értékorientált fogalmazás, ez a nyomorult Tisza nem tudta, hogy kell szépen átfolyni egyenesen a tájon, de bezzeg majd mi mérnökök, segítünk neki. Puszta jó indulatból hangsúlyozom. Tehát nagyon fontos, jót akar a mérnök is, amikor elvágja a torkát a tájnak. Na most őrült fontos, a hegyvidékeknek csapadék töblete van. Abszolút értelemben, relatíve meg pláne. A medencének meg csapadék hiánya van. Kész, itt a megoldás egyébként. Nyilván az egyikkel kell a másikat megoldani. Ja, de hozzá rendszerbe kell látni az egészet, és akkor most nem trianonozok, vagy csak közvetve, mert hogyha mondjuk Magyarország marad 150 éve ez az egész, vagy az elmúlt, mert itt említett 49-67, 1920, stb., akkor a modern eszme jegyében még hatékonyabban lett volna gyarmatosítva, tehát ezt a illúziót is kipukkantom, hogy nem lett volna attól jobb, illetve most is lehetne jobb. Őrült fontos, tehát az Alföld víz csapadék hiányát a hegyvidékek víztöbletével lehet, és kegyeskedik ide folyni. Lehet kiegyensúlyozni, hogy befejezem mondatot, szokásomtól eltérően. De ez fenntartja az intellektuális izgalmat, meg hogy mondjam, mindig azt szoktam mondani, hogy a közönségnek is adjon hozzá, tehát hozzá kell, hogy résztvevője legyen az előadásnak, mert önmagában ez nem érdekes, mert az előadó az a témát is úgy tudja. Jó.
Tehát itt már itt van. Ez mennyiségek, vízmennyiségekben lehet. Műszaki Egyetemen doktorandusz kolléga Váder Laci, most éppen nem látom, hogy meghozta az András Favi könyveket, az ő eladásában lesz erről szó köbméterekkel is, vagy adatokkal. És vannak még, azt látjuk a domborzat kapcsán, hogy vannak különböző szintek, amit a vízjárás, tehát különböző domborzati szintek, mint például itt, ahol állunk, ez egy másik szint, mint a rotundán túl. Megfigyelték-e, vagy figyeljék meg. Ez a magas part népi nevén, vagy ármentes szint, és az pedig ártéri szint. Azt, mint még három részre osztok én, majd még lesz szó a funkcionalitása szerint. És vannak különböző vízgazdálkodási félévek. Láttuk ezt tér- és időbeli megosztás. Mindenhogy, tehát a Kárpát-medence egészét, de az Alföldön pláne. Különböző félévek, nyáron száraz fél év van, a nyári fél évben, a téli fél év meg egy nedves fél év. Ez nagyon száraz fél év, az meg egy kicsit nedves. Tehát összességében inkább száraz. Tehát az aszály hajlam piszkosul benne van a Kárpát-medence, az Alföld működésében, de az aszály hajlamból aszályt az emberi működtetés csinál. Tézis. Azáltal, és akkor lehet mondani, hogy levezetik a vizet. Olyan rendszer épült ki, hogy le akarja vezetni a vizet. És ez még mindig fenn van tartva és működtetve van. És a megoldás azt hozhatja, hogyha ezt megváltoztatjuk. Nem az öntözés, nem a konferencia, nem a csepegtet, nem tudom, nem, hanem az, hogyha felfogjuk, hogy amikor van víz, 40-szeres a Tiszán a nagy víz és a kis víznek a vízhozam különbsége, a Közép-Tiszán, mert a Felső-Tiszán 100-szoros. Tehát amikor van víz, akkor kell aratni már, hogy a vizet. Tehát amikor novemberben vagy februárban éhes vagyok, akkor nem megyek ki a búzaföldre, hogy na kellene egy kis búza, mert örlök lisztet, hogy kenyér. Hanem felfogtam, hogy júniusban érik a búza, július, akkor kell aratni, betárazzuk, a rádióba bemondják, hogy kérjük a türelmet, mert a kombájnok jönnek az út, stb. És akkor nagy türelemmel az ország azt a mindent elborított a hirtelen beérő búza. Ugye mondják a hírekben, hát nem mondják. De az mindent elborított a belvíz egyszer csak tél végén, jó esetben. Hát, örülj neki. Mert az a víz, ami nincs nyáron, na az van télen. És amit levezetsz télen, tél végén, jó esetben tavasszal, most ott tartunk, hogy a tavaszi árvíz télen jött, de jött, még jött. 7 milliárd köbméter víz folyt el a téli árhullámok sora során a Tiszán. És 10 milliárd a Dunán júniusban. Duna ugye jóval nagyobb rendszer. Ez 17 milliárd köbméter. Legalább. Na most ez nagyon sok, ki is számolta valami Facebook poszt, hogy 5000 évig elég baja víz készletének. Tehát, hogy főzik a kávét, meg elmosogatják a poharakat. Jó, de egy évig elég az Alföld egészének, a vízháztartási mérlegének a kiegyensúlyázásához, mert a nap viszont süt kíméletlenül. Hál' Istennek. Mert mit tudom én, Hollandiában nem süt annyira, nem is olyan jó a barackpálinka termés. Tehát, hogy nem baj, hogy süt a nap, ha van hozzá víz. És ezért a Kárpát-medence édenkertségenek ez a titka, hogy egyszerre van víz és napsütés, nem kell ahhoz víz, eső essen, hogy víz legyen. Mert vannak árvizek. De ez olyan rendszert ki kell építeni, és abszolút lehetne mérnökileg, műszakilag, és most már egyébként elvileg is tudjuk, hogy lehetne. Megjegyzem, mérnökség előtt megcsinálták. Tehát mérnökség előtt lehetett ezt megcsinálni, tudom, kevesebben laktak, ki tudja, de hogy többen éltek a tájból és a mezőgazdaságból, az biztos, mint hogy most. Meg a tájban is többen éltek, mint most. Darabra többen éltek, mert most lakótelepeken laknak az emberek. Még a falu is. Jó. Nem részlet ezek itt sok minden, ez a térkép mutatja az előzőhez képest sokkal jobban, hogy miről van szó, tehát lehet tudni, hogy hova folyik, hogy hova nem a víz, mikor folyik, mikor nem a víz, tehát nem össze-vissza bevarangolta, hanem ez egy működő rendszer, feltárható, a domborzati térkép, 12 méter szint különbség van ezen a 14-16 kilométeres tájrészleten, a Közép-Tisza közepén, ez mind elmondja, itt a 4 szint, a 3 plusz 1 szint, amiről beszéltem. Jó, ezek már voltak, csak emlékeztetőn mondom, hogy álljon össze a kép. Tehát, hogy van egy óriási csapadékhiány, nem vízhiány, az Atlaszban vízhiány, éghajlati vízhiánynak hívja,
Hát erre mondom, hogy akkor párolgási kereslet, de potenciális párolgás fogalom is, tehát minden, sok fogalom, de egyébként nem atomfizika, tehát érthető. Már nem merem mondani, hogy egyszerű, mert 20 év alatt nem sikerült megértetni a szakma is. Aki tanulta az ellenkezőjét, az nem érti, aki nem tanulta, az megérti hamarabb. És időnként van egy víztöblet, és van egy természetes infrastruktúra, a domborzat ugyanis, tehát nem kell tározókat építeni, másik, hogy ott vannak a tározók, a tározásra alkalmas helyek, az eredendő működésben, az eredendő struktúrában ott vannak, úgy hívják őket, hogy árterek. Erek, medrek, árterek hálózata ott van. Ja, nem mondtam, most ki van számolva már a Műszaki Egyetem egyetemi tanára által, Koncsos László, az egész Alföldre, Tiszai Alföldre, vagy így a Tiszántúli részre, az a hálózat, amiben ugyanúgy ez a 2-3 milliárd köbméter betározható. Tehát műszakilag modell szerint a realitása megvan. A összevetésként mondom, hogy ennek huszadát tudja egy síkvidéki medertározásos, tehát egy tiszatószerű tározás. Huszadát, ami nem elég. Ez a 2-3 milliárd sem elég, de mondjuk sokkal jobb, mert 1000-szer annyi, mint amennyire most van tározom, hogy most nincs. Jó. Igen. Itt ez ugye érdekes, hogy itt a legvizesebb területek, még ezt kiírom oda, jó esetben, tehát a legkevésebb csapadékot kapó területek, a legvizesebb területek mégiscsak, hát azért, mert az árvíz az arra való, hogy pótolja a hiányzó csapadékot, ugyancsak elég régi tétel. Az árvíznek ez a hidrológiai szerepe, így kell kiépíteni. És ugye érezzük, hogy ez a táji működésbe értelmezett vízgazdálkodás, megjegyzem, volt ilyen szakmai cikk néhány éve már, Dobos Endrék által, hogy tájszemléletű vízgazdálkodás. Tehát hívhatjuk ezt nagyon sokféleképpen. Mi táji vízvisszatartásnak, de a víz visszatartás fogalmat is akkor előveszem, nem szeretjük, mert statikus. Tehát a vizet nem visszatartani kell, hanem táji működésbe csatolni. Ez persze tudom, hogy nehezen érthető, de nem olyan vészes azért. A visszatartáshoz képest, tehát nem statikus, hanem dinamikus rendszert kell elképzelni. Tehát szokták mondani azt is, ugye, hogy a domborzat a legjobb víztározó. Nem, bocsánat, a talaj a legjobb víztározó, és én ezt úgy fordítanám, hogy a domborzat a legjobb víztározó. Tehát a talajnak az a része, ami nincs ott, mert hogy gödör, az az üres, vagy mélyedés, mélyvonulat, az az meder. Az pláne jó víztározó, és annak van egy talaja, tehát nem kell kiszigetelni, hogy ne legyen szivárgási veszteség, ugye? Mint hogy most van párolgási veszteség, meg szivárgási veszteség. Hát ugye nem veszteség, mert valahogy be kell jusson a talajba a víz, meg a levegőbe. És a természet azt megoldja, mert beszivárog, meg párolog. Tehát nem kell, feltaláltak már ugyancsak beszivárogtató módszert, hogy hogyan kell besajtolni a vizet a talajba. Hát mondom, a gravitációval. Oda kell tenni, nem elvezetni, és akkor az legyen nyugodt, befog. Ami meg nem, az meg elpárolog, ott is jó helyen van, mert az tud visszaesni. Jó, tehát ugye ez három értelmezés ennek. És itt egy fontos üzenet a nyugat-európai klímaválság értelmezéshez képest, ami böfögésorientált, hogy a tájvizesítése a klímaszabályozás megoldása. Tehát a táj, én szerintem igenis van baj, van klímaváltozás, meg klímakatasztrófa, meg vészhelyzetek, mind vannak, de ahogy ez értelmezve van, az félrevivő, és valós veszély az, hogy ennek kapcsán, és most megint akkor fontosat mondok, csak arra használják föl, hogy betereljék az embereket a technofalangszerekbe. Meg értelmezhetetlen vagy kezelhetetlen szorongást keltsenek benne, ezért az egyén szívesen odaadja a központi hatalomnak a jogosultságait, hogy mivel mi elrontottuk, ezért odaadom, hogy na korlátozzatok szívesen. Egyébként cirkusz és kegyelet az meg lesz. Rendeznek ilyen olimpiákat, meg választásokat lehet mindenféle módon sport és politika cirkuszolni. És a fesztiválokat is megengedik egy darabig. Na jó, tehát, hogy ezt itt át kell látnunk ezt, hogy attól, hogy ezt a klímavészhelyzetet rosszul kommunikálják és rosszul használják, attól ne dobjuk ki az ablakon, hanem lássuk szembe, hogy ne tagadjuk azért, hogy van baj.
mert úgy néz ki, tényleg június végén elkezdődött a hőhullám, ez néhány év ezelőtt még így hullámok voltak, most egy komplett dagály van hőből. Tehát minden szinten és minden léptékben és mértékben körforog a víz, nem csak egy nagy körforgás van egy tankönyvi ábrában, hanem mindenhol, és ez kicsi be, ez azért jó, hogy aki esetleg nem államtitkár itt, de van egy kis kertje, vagy a polgármester, vagy van rá hatása, stb., akkor már ő ott a kis helyi tájába, vagy nagy birtokos, vagy akár, már tud ezen elvek szerint akkor gazdálkodni, ha tetszik a szerves vízgazdálkodást, a tájgazdálkodásba illesztve csinálni. Hiszen akkor itt ugye mutatunk két tájat, vagy egy tájatnak a hőtérképét, látjuk, hogy a vízfelület és az erdő nagyjából ugyanazt tudja, tehát az erdő az víz, a növényzet az víz, a puszta szántott egykori erdők is vizek, az a víz hiánya, és a napsugárzás, az a nem tudom 800 megajoule per négyzetméter, ha jól mondom, az ki fogja venni a vizet, ahol van. Ha van nyílt vízfelület, akkor onnan 10 mm per napot képes párologni a 30 pluszos napon a víz. Ha nincs nyílt vízfelület, akkor a többiből, a kötött vízfelületekből, vagy kötött vizekből növény, állat, talaj, növény, állat, ember, stb. És ezt érezzük, és ezért nincs értelme az öntözésnek sok szempontból kilukaszt, vagy kipukasztja a valóság, az öntözés illúzióját, de ez az egyik, és ezt tapasztalhatják gazdálkodó kollégák, hogy nincs értelme ebben a vízhiányban már nincs értelme öntözni. És azok a területek sikeresek, megjegyzem, öntözésben, amik egyébként vízbőek. Tehát a nedves szubtrópuson lehet öntözni, rizskultúrák 4-5 ezer éve el vannak ott Dél-Kelet-Ázsiában. De a száraz, félszáraz klímákon az öntözés az további szárítást eredményez. Őrit fontos tétel megint. Ez a tapasztalat, és az az indoka neki, hogy a táj potenciál, az eredendő tájműködés, ez képes túlhasználatra, más használatra kényszeríti a tájat, illetve tudja fönntartani látszólag. Ez olyan, amikor az ember tud repülni. Kiugrik az ablakon elég magasról, akkor elég hosszan tud repülni. De ez zuhanás valójában. És ezzel kell szembesülnünk most, és a szakembereknek is ez kéne, az öntözés őrült káros, amennyiben fenntartja azt a tájhasználatot, ami egyébként kiszárítja a tájat. És csak részlegesen tudja fenntartani. Nem, meg is mondják, mert a számok nem hazudnak, tehát most 1-2%-át lehet öntözni az Alföldnek. A 1700 milliárd forintos sok éve bejelentett évtizedes fejlesztés, ami persze nem valósul meg szokás szerint, de erre mondják, hogy lassan haladunk, de nem baj, mert rossz irányba. Tehát, hogy az a 7-8%-ra föl tudná ezt tornázni a szántóknak, az azt jelenti, hogy oázisok vannak, nyilván a megfelelő kezekben levő területeken vannak az oázisok, a többi meg sivatag. És a nem szántókról még nem is beszéltünk. Például a városokról, meg a zöld város, tehát a városi lehetőségekről, és lesz szó a mai nap folyamán Sirkó Zoltán kertészlének által a településeken, hogy hogyan lehet ezt az emléletet, ezt a tájgazdálkodási szemléletet megvalósítani. Jó, végére értem a második résznek. Mennyi az idő? Ú, de jó. 11.30-ig. Nagyon jó. Érthető ez a része, tehát csak rögzítem, hogy megvolt, hogy persze ez csak egy modell, mondta a klasszikus Ümös, csak egy makett, de mégis, tehát hogy az, hogy kétféle világ néz, én javaslom, ugye ez a poláris értelmezés, ez bevált már, nappal éjszaka, férfi, nő, bár az most ugye reformra van javaslat, de minden esetre azt gondolom, hogy bevált ez a régi, és akkor így, hogy iparszerű, természetszerű, vagy hát időrendben fordítva természetszerű, iparszerű, és hát ki tudja, hogyha így marad, akkor abból technofalangszer vagy sterilitás, és az emberi értelemben pusztulás, egyébként nem, mert ott az embergépek el lesznek a műtücskön, meg a virtuális szemüvegekben a ökolábnyom nélkülinek látszó, mert úgy, tehát ezt nem is értem egyébként, aki technokrata, hogy ez hogy hisz benne. Hát tudjuk az adatokat, illetve nem tudjuk, de majd ha valaki tudja, akkor mondja be, hogy,
hogy ennek a digitalizáltságnak, ennek a virtualizáltságnak mennyi a valós környezeti terhelése? Tehát a hőtermelésben megjelenő terhelése adott esetben. Tehát ezek mind, ezek a bitek valami szilícium darabkákon itt csak el vannak. Tehát ez nem, tehát volt az, hogy na, szennyezhető a táj, kiorták a falu szélére, az úgy látszik nem, mert túl közel van, de akkor az erdő messze van, ja, az se, akkor az óceán, ja, az se, az űrről is kiderült, hogy nem lehet csak úgy fellőni dolgokat, vagy ott hagyni, mert szembe jön egy fogkefe, tönkreteszi a műholdat. De hogy ebbe a digitalizációban is, annak is van környezeti, fizikai vetülete, hogy nem lehet vég nélkül kattingatni a digitális fényképezőgépet sem, vagy nincs értelme. De ez csak egy másik. Itt egy kérdés. Annyira ráérünk, hogy gyorsan elpocsékoljuk. Na, tessék. Igen. Óvatosabban nem volt, mondtam, hogy odaadom, de majd visszaveszem. Az lenne a kérdésem az előbbi témához kapcsolódóan. Ugye mondtad, hogy érthetően minden. Nekem egy dolog nem érthető, nagyon jó. Lehet, hogy másoknak sem. Ugye mondtad, hogy télen csapadék vízbőség van, nyáron víz hiány, és hogy érdemes lenne letárolni ezeket a vizeket. Egyrészt, hogy párásabb legyen, tehát felhőlegyen ismét, illetve hogy elszivárok. De ugyanakkor meg ne öntőzzünk ebből a vízből, ha jól értem. És hogy akkor a sivatagosodása lesz, hogy annak a megfelelőzésre hogy tudj össze. Jaj, de jó kérdés, nagyon köszönöm. Ezért jó élőben előadni. Tehát amikor azt mondom, hogy ne öntözünk, az nem jelenti azt, tehát a növényeink nem az öntözésből kapnak vizet eredendően, hanem eredendően öntözés előtt a táj, és akkor kérdezem, megoldja-e a táj, hogy kapjanak vizet a növények? Hülyén hangzik a kérdés annyira egyszerű, meg egyértelmű, hogy nyilván megoldja. Ja, hogy nem lehet akármit, akárhol, akármikor termelni. Igen, nem lehet. Tehát van az emberi működésnek korláta, mégpedig korlátja, vagy korlátai, mégpedig az eredendő, a táj eredendő működése, a tájpotenciálok, tájkarakter, és ezek mind ökológiai, tudományos, valós elfogadott fogalmak. Tehát van, nem lehet, van egy tájpotenciál azon belül, azt persze lehet rontani, degradálni, vagy emelni, lehet rajta bizonyos korlátokon belül. Tehát az, ne ijedj, tehát nem azért kell letárazni a vizet, hogy öntözzünk belőle, hanem azért, hogy a táj tudja magát belőle itatni. Mert hogy megoldja? Mert beszivárok, a növények pont oda teszik le a gyökerüket, ahova beszivárok, és pont onnan, stb. Pont a csapadék, ami az magyarul benne van, tehát az kicsapódik, ha azt is most a tudomány feltalálta már, hogy az erdők azért is jók, mert olyan szerves kondenzációs magokat, vagy olyan szerves anyagokat bocsájtanak ki, lélegeznek ki, és akkor megint az élőség, a táj, mint élőlény, az embernél magasabb rendű, tehát nem átlátható fölülről, mert hogy alatta van, áthelyeztek. Nem menj a hangszorú elé. Ja, igen. Hótad. Menj akkor le? Jó. Tehát... Nem tudom már, hol tartottam, de két szomba vállamon, ugye, és akkor... Igen, tehát köszönöm, hogy tudtuk azt, hogy, mert ugye hamarabb a mechanikust, hamarabb látta meg a tudomány, tehát hogy nem élő, ami most hagyjuk, dolgokat működnek kondenzációs magokként, amire a vízcsepek ki tudnak ott csapódni, és akkor hullik vissza, amikor már túl nagy fölfele menni. Na de ehhez biológikumokat is bocsát ki, lélegzik ki az erdő, és így. Na most magyarul, én csak ezt utaltam erre, hogy megoldja a táj, hogy itassa, etesse saját magát. Megeszik a dolgok egymást, ugyanis. Nem bántásból, visszatérve a veganizmusra, hanem szeretetből eszik meg. Tehát a két létező között a legintimebb kapcsolat, hiszen egymás, abból lesznek, hogy megeszik egymást. Ugye? Hát mi a fene más? Tehát abból lesz az ő teste a másik testéből, és mindig mindenkit megesznek, illetve egy egyént egyszer, de hogy egyénségében, de az egész, mint személyiség így működik, és ez a végtelenségnek is a titka, megjegyzem. Tehát a véges
egyéni életemet már is végtelenítettem, hogyha elegendően egy következő léptékű közösségbe helyezem el magamat. Na minden esetet tehát a növényeket és gazdálkodóknak mondom, ha öntözni kell, az már, ott már valami baj van. Na most, hogy homokhátságon nem lehet termelni öntözés nélkül, igen, van baj. Tehát, hogy ha olyan a terményed neked, vagy olyan a gazdálkodásod, hogy öntöznöd kell, neked úgy külön, neked oda kell vinni a vizet, akkor baj van, ugyanúgy, mint hogyha úgy gazdálkodnál, hogy hú, jön az április, megyek ki, mert elkezdem kiúszkodni a füvet a talajból. Az már baj lenne, nem, az kinő magától. Nem magától, hanem a természettől, az eredendő működésétbe ágyazottan kinő, mint ahogy itatódik is. És ezt nagyon fontos megérteni, hogy nem attól nem lesz sivatag, hogyha öntözünk, hanem attól lesz. Az előbb elmondottaknak megfelelően. És ezt szépen vissza lehet hozogatni fokozatosan, ha tetszik, fokról fokra. Most a homokátságnak az állapota szerint egy rövidtövű, gyenge sztyep, vagy fáslegelő, amiben nem sok fa van, az állapota. A megfelelő gazdálkodással ez birka, de nem túl legeltetve. De nem kukorica, amit láttunk, meg nem akácerdő, meg nyárfás, meg fekete fenyő, stb. Volt róla szó tegnap, Tölgyesi Csaba. Vagy nem, de akkor mindegy. Tehát, hogy nem jó a tájhasználati hozzáállás. Tehát nem az a kérdés, a homokhátság esetében nagyon fontos, hogy hogyan pótoljuk a vizet, ami hiányzik. Miért hiányzik? Jó, hát levezettük. Ték. Kőkemény munkával, évszázados koncepciózus munkával a vizeket a homokhátságon is megszüntették. Ott van, ez 1000 tó országa volt, most nincs nyílt vízfelület a homokhátságon. És a DVC-t, a Dunavölgyi főcsatorna, ami a homokhátság alján folyik el, úgy értem mellett, a Dunai síkság szélén, adott esetben 40 km-rel a Dunától, most kéne földrajz is, mert az utolsó dián rajta lesz, tehát van a Dunai síkság, amit a Duna közvetlenül elérne az árvizeivel, azt lecsapolták, ugyanúgy, mint a Tisza itt, csak ez kisebb. Húztak a szélére egy nagy csatornát, hogy majd azzal ellátjuk a vízzel, gondolhatná a naív ember, nem. Egy tájba mélyeztett meder, csatorna, az le fogja vezetni a vizet, funkcionálisan, struktúrájából fakadóan levezeti a vizet. Nem csatornákat kell kotorni, hogy víz legyen a tájba, hanem vízszint, amikor magas a vízszint, vizet kell emelni, mondanám, de megemeli a természet az árvíz során. Itt most megint akkor néhány szál kibomlott, remélem követhető, tehát nem duzzasztások kellenek, azt is esetleg kibontom, ha kell, hanem az, amikor van víz, tudnék áradáskor, van vízmagasság és vízhozam, akkor kell kiengedni a tájba, kiengedni, mert az kifolyna magától, tehát nem kell megakadályozni, hogy kifolyjon, ezt szabályozottan kell kiengedni, lehetne. Tehát nem össze-vissza, nem a Falusói utcáján kell kiengedni, hanem a megfelelő helyeken. Elég hosszan választottam, jó-e, megvan-e a válasz így? Vagy értetőben, de nagyon jó volt a kérdés, mert rendre ez átprogramozandó. Tehát hibás tudások vannak, nagyon vaskos, jó, közmegegyezéses tudások vannak a tájról. A gazdálkodói, meg a vízes, meg a közvétudatban. Csak hogy rosszak, megbuktak ezek a tudások. Tehát, hogy ezek hibás tudások, új tudások át kell programozni. Itt van néhány tézis ebből. És akkor, de ez nagyon jó volt, úgy de jó volt ez. Mert átismételtük, és akkor megyünk ezen a úton tovább. Itt ezek nagyjából elhangzottak, itt föl van írva. Ha rögzítve van, akkor meg lehet állítani, vissza lehet nézni. Az árvízi víztöbletnek lenne a tehelyet, megyünk tovább a harmadik részre, így erősen elhasználva a felhalmozott időkész tartalékot. Ja, és ott volt is, hogy betározni valami ilyesmi kifejezést is használtál. Tehát itt is nem statikusan. Tehát nem kell, és nem kell, tehát ezt valaki átleti, hogy hát nem kell nekem építeni egy tározót, amit őrzök, hanem elég odaengedni, ahova a víz oda fog folyni, ahova való. Ugye, hogy ott van éppen egy aranytojás tojótyúk van, hát meg ezen nincs, nem nagyon vannak az alföldön ilyenek, tehát hogy de mondjuk szántóföld van, hát akkor az van rossz helyet.
De az nem azt jelenti, hogy akkor fel kell adni, és az ördögé, hanem gyep, amit lehet legeltetni. Erről lesz. Hát ez nekem most nagy tanulság, nekem van némi földem nagykőben, mentett oldalon, meg mentetlenen, akkor ezt most elmondom. A mentett oldali gyepem a víztől megmentett oldalon, így ki van száradva, a rajta lévő kúttal együtt, és 10 hektár volt nekem bekerítve, azon levő jószágállomány, ki kellett menekítenem most, hogy ide jöttem, mert én még ottan bóckodtam, hogy a kútból kiszedjek vizet, de már zavaros, meg nem tudom, minden esetre. De a szerencsére a gyep is kiégett ezzel együtt, mint ahogy az elmúlt 3 évben mindig, így augusztus, szeptember, októberben, amíg meg nem jönnek az őszi esők. Ez a jószágállomány a 10 hektáron, ez 2 ló most. 2 éve még 4 ló volt, az se soha, a szakirodalom szerint még az is alatta van a terhelhetőségnek. A 2 lovat nem tartja el a 10 hektár, az a Tiszától 2 kilométerre van az ötlet. Egy meder mellett. A meder az üres természetesen. És a többi gazdálkodó nem látja medernek. Van benne egy csatorna, ami levezeti a vizet. Mikor én elkezdtem 20 éve gazdálkodni, akkor ott minden, mindig volt még víz. Most már csak nagy vizek idején. Hamar eltűnik. Tehát csak az én életemben a szárazodás abszolút látszik. Jó. És betettem a hullámtérbe, ahol viszont négyzetméterenként 2 köbméter zöld tömeg van most is. Mert 3 hónapig állt rajta a víztéren. Tehát mert vizet kap, mert hogy a rátérként megmaradt, aki rátér ugye a hullámtér, az 5%-a a rátereknek. És ettől, hogy vizet kap, nem elpusztult rajta az élet. 3 hónapig vízből, tehát december 6-tól március 6-ig kim volt rajta a víz. Hanem bedúsult. Mondjuk nem meglepő. Csak az meglepő, hogy miért nem használjuk ezt. És hogyha ez a víz kimenne az Alföld egészére, ameddig kimehet, meg amennyi van, hangsúlyozom, nincs sok, tehát kevés a víz, az árvízi víztömeg is kevés. A 17 milliárd köbméter, amiből kevesebb esik ugye a tiszai vízrendszerre, az kevés. Nem sok, hanem kevés. Nincs, tehát az árvíz védelem fogalom, azt át kell értelmezzük az árvíznek a védelmére, mert hogy védelni kell, mint erőforrást az árvizet. Az árvíz és az árhullámok a táj szívverése. Akkor megy ki a tápanyag, meg a víz, vagy a folyadék, meg a tápanyag, egyébként az ereken keresztül, mint egy emberi szervezetben, meg jön vissza egyébként. Vissza is jön. Még erről lesz ábra, hogyha lesz. És nem kell öntözni. Hanem egy vízzel feltöltött tájban, ahol a vizek ott vannak mozaikosan a tájban, a köztes részeket lehet szántóföldön is művelni, ha nincs jobb ötletünk. De egyébként nem azzal kell művelni, a művelé, hogy nem művelem a területet, mert csak legeltetek. Hát a nyelvből is kiveszett az, hogy ami legelő, vagy fás legelő, az pláne a rendetlen, az nem művelt. Az a szép, mikor le van írtva minden. Ugye a szántást megjegyzem, azért találták fel, hogy a szukcessziót visszavágja nullára. Arra jó. És utána persze a prionírok próbálkoznak, amit gyomosodásként értelmezünk, de ez megint egy másik körülbelül. Jó, tehát nem az a dolgunk, hogy levezessük a vizeket, hanem hogy megtaláljuk a helyét a vizeknek a tájban. És ezáltal a tájhasználatban. És ha megtaláltuk, akkor azt hívják tájgazdálkodásnak. A táj eredendő működéshez igazodó tájhasználat, vagy mezőgazdálkodás. Ja, igen, itt van egy ilyen történeti áttekintés. Mert az áttéri gazdálkodás fogalmat akartam, itt lesz egy térkép, itt vagyunk. Bocsánat, itt vagyunk, ha jól gondolom. Rajti Laci mindjárt állunk. Tehát az áttér peremén, ez a lópusztaszeri emléka, de látszik, ugye ez a maros, és itt vannak olyan folyómedrek, amikben nincs kékkel beszínezve, mert nincsen benne folyó. 5 folyó nincs meg már a körös maros közén, de ezek 100 méter széles folyómedrek. Kórógy, Veker, Mágocs, Kurca, Feketeér és a 6. az 5-ből. Szóval van néhány. Jó? Hát van, tessék, Szárazér, stb. Tehát, hogy vannak különböző szak, kondoros. A kondoros medre, az is követhető szépen végig. Most
most egy kis lapája szántóföldnek között, illetve van benne egy 2 méter széles csatorna, amin elvezetik a vizét. És bele van települve a település a kondoros mederbe, medrébe, és hogyha ott víz jelenik meg, akkor támad a víz. Hát nem. Hanem a sivatag támad, meg a hülyeség. Jó, tehát, hogy még most gyorsan egy-két ábrát levetítenék erről, a működésről, és akkor még van egy kis idő kérdezgetni. Mégpedig ezeket az ábrákat, hogy egyértelmű legyen. Tehát egy ilyen tankönyvi ábra a folyóval és a tája, a domborzattal, a folyó és a táj, tehát az ugyanarról beszélünk nyilván. Kis vízkor, nagy vízkor, ugye értelmezhető, tehát a töltésekkel így, nem, a táj föl van duzzasztva a víz a táj szintje fölé, így hozzuk létre, megjegyzem, a árvízveszélyt is. Ő itt fontos. Az az árvízi katasztrófák története, amiről tudunk szépen sikerült rágyadni a közszolatban, az mind a tisztaszabályozás története. Előtte is voltak árvizek és kimentek a vizek, de mivel tudták, hogy kimennek a vizek, ezért nem észültek, építkeztek oda. Tétel megint, vagy tézis, mert lakni ugyan nem lehet az ártérbe, de élni és megélni annál inkább. Sőt, csak ott lehet, és az ártér peremen dúsak a régészeti leletek azzal kapcsolatban, hogy ott szerettek lakni az emberek, amikor még nem volt muszáj. Tehát nem Brüsszelben vagy Moszkvában, hanem itt a körös kultúra, tehát Európa első élemtermelő kultúrái ezen a vidéken vannak. Most kitalálták ezt a VTT tározót, tényleg ilyen, és egy bármiféle tározós logika, ami iparszerű, még elő lesz egy ábra, az ilyesmi. Most ezt nem mondom ki, hogy miért így épít a töltés, egyébként sokkal jobb, mert drágább, meg veszélyesebb, tehát a GDP-t mondjuk jobban növeli, de látszik, hogy ez egy hülyeség. Most bocsánat, az időmet nem mondtam ki, de a kérdés lesz, akkor igen. Ehhez képest a foggazdálkodás, amikor fokról fokra kiengedjük a vizet, a középvízi mederből fölfelé kifolyik a víz, mert van egy árvízi nyomása, befolyik a megfelelő helyre, ártéri szint lapos, az is a neve egyébként, a tájnevekben megvan ez, és tovább folyik adott esetben több 10 kilométerig. Akkor most a Tisza meddig tart? Tisza menti, vagy de nem, nincs. Vagy az ártéri gazdálkodás. Az ártéri gazdálkodás nem az árterek szintjén folytatott gazdálkodás, hanem az ártéri ilyes területeken folytatott gazdálkodás, beleértve a magasparti szigeteket is, vagy mozaikokat is. Hiszen mondjuk a jószágot az ártérbe lehet eltartani, vagy eltetni, és amikor ott árvíz van idéglenesen, akkor meg fel kell hajtani a magaspartra, és egyébként pedig lakni az embernek a magasparton lehet szintén, látjuk. Jó? Tehát az egész tájnak, és nyugodtan egy szentes város, egy bármelyik város konkrétan, az ennek a modellnek megfelelően át tudná alakítani az egész táj használatát. Hova telepíti a Losanáruházat, ugye utalok a 10 évvel ezelőtti Sajó melletti katasztrófára, meg hova nem, az építészek mit adnak, mit gondol az ember róla, amikor Szenteskertvárosban van, stb. És akkor tényleg összefoglaló diaként, az egyik utolsó, hogy én foggazdálkodásnak a vízhasználatot nevezem, mert hogy annak a kulcsa a fog. Nem a halászatot, hanem a fog, mint vízgazdálkodás, fogalom, foggazdálkodás. A magyarul, ha nem szeretjük ezt a szót, már mondjuk nem szerették sokáig, de az a oldalirányú vízkivezetés. Kicsit hülye, minden vízkivezetés oldalirányú, de hogy funkcionálisan ezt tudtam rá kitalálni, mert a fog szó üldözve volt a szakmában, hivatalosan sajnos. És a földhasználat az pedig a szintekhez, tehát vízborításhoz igazított mozaikos természetszerű mezőgazdálkodás. Tehát ez egy mezőgazdálkodás. Ugyanúgy, mint mikor az integrátor szervezetek megmondják, hogy mikor, mit, hova, mit csináljál, és utána meg is veszik tőled, amit termeltél. Ez amikor bábnak használnak az erőforrásoddal együtt, és akkor az neked jó, mert kockás ringra tudsz menni 4x4-es terepjáról. És abban hidd, hogy teheteted az országot. És közben sivatagot jártasz. De az... Jó. Tehát itt a... Igen.
árkényi tágazás módszertan. Jó lenne most befejezni. Ja. Nem. De hát ez a három korszak az ember és tiszta történetében, másfél órás ábra lapozok, de még keresek egy közszak. Ez nagyon fontos ábra. El tudom mondani egy 10 perccel. Hogy a tiszta szabályozás önmagában hogyan hordozza a bukást. Tehát, hogy nem a megvalósításában rossz, hanem koncepcionálisában. Jó, ez egy kicsit itt sok. De keresek, ez már fontos, majd államtitkárok itt állítsák meg. És ez is őrült fontos. Itt az alacsonyabb rendű szakemberek is megállapíthatják. Hát amikor nekem is ez ugyancsak megtörtént a Facebookon, hogy bebizonyítja, nagyon jól visszamondja a leckét, egy mostani művelt szakmájában jó vízmérnök, vagy a jelenlegi rendszerben levő, hogy miért nem lehet megcsinálni. Én tudom, hogy nem lehet megcsinálni ebben a rendszerben. Hát azért nem sikerül. Csak hogy megbukott a rendszer. A realitás, amire hivatkoztok, tisztelt urak, megbukott. Illúzió. A búzatermesztés, a kukorica pláne, a stb. A illúzió az, amit kitalálódott itt 150 éve, hamis valóság. És pont arra realitásként hivatkozni, hát őrült munkával és pénzzel hozták létre ezt az új hamis valóságot. Akkor nekem nem mondják, hogy nem reális megcsinálni a normális, az eredendőt. Hát sok munkában van, de örüljetek, mert lehet projektezni, amíg van ez a hamis pénzedük. Tehát, hogy az új realitást kell megteremteni. Erre való az államigazgatás. Kommunikálni kéne és megcsinálni. És az EU-s szabályozásban tökéletesen szeretnék ezt kifizetni. Míg a mostanit már nem. Már hazudozni kell, hogy öntözést akarnak fejleszteni, és akkor vízpótlást írnak be, mert az EU még lehet, hogy azt nem tudja, hogy az mit értenek. És nem hajlandó a szakma, legalábbis ami látszik belőle, megváltoztatni így a hozzáállását. Tehát igen, az új realitást meg kell teremteni. Köszönöm, hogy véletlenül itt volt az a dia. Tehát nem az a feladat, őrült fontos, hogy megtaláljuk a jelenlegi tájhasználat vízpótlását. Hogy hogyan tudj, mert akkor még mélyebbre fújjuk a kutakat, stb. Tehát nem a jelenlegi tájhasználat fenntartásáról beszélünk, amikor fenntarthatóságról beszélünk. Hanem, hogy megtaláljuk azt a tájhasználatot, ami fenntartható. És ahhoz alakítsuk ki a gazdasági, társadalmi, közművelődési, stb. Struktúrát, ami az értékrendben alakít. És akkor itt egy záró összehasonlító ábra, a két világ nézet, hogy hogyan néz ki. Hát térképileg, nyilván mázlatosan. Az öntözésével itt a duzzasztók. Nagyon sok munka egyébként. Hát ez nem, és ez a realitás, hát hagyjuk már. Mert hogy megkaptam, hogy jó ez, amit mondasz Péter, de hát ez nem reális. Azért, mert ott traktorizik éppen valaki. Igen, hát majd a vesz csónakot. Tehát, hogy rossz helyen traktorizik. Mert sivatragos traktorizik nekünk, mindenkinek. A városiaknak pláne. Oké. Ja, ezt akartam elmondani. De ez most csak... Nem. Na itt van egy pár díjasor, amit elmondtuk már a vízválasztó fesztiválokon, konkrétan ez a öt, amit most itt csak fölvetítek, és lesz egy, amin megállok még, de az előző elég ezen állok meg. Tehát az, hogy levezetni vagy visszatartani, elő volt már szó, ez hogy ma paradigmáváltás, igen, vissza kell tartani a vizet, nem elég vagy nem jó. Hanem az a kérdés, hogy iparszerűen vagy természetszerűen, és nem visszatartani, hanem működésbe csatolni, stb. Nem a víztakarékosság, hanem a megfelelő vízhasználat, a víz nem elszennyezése például. És a többszörös vízhasználat. Tehát, hogy egy háztartásban nagyon jól lehet ezt kiépíteni. És akkor... Hát, jó, legyen elég. Van még pár perc kérdezni, de mondom, 2-től 4-ig hivatalosan komoly lakosság, 10 perc van még, nagyon fórumot tartunk. Jó, tehát most lesz még két nagyon jó előadás, és közt a Matrix anyag, a hallgatóinkra, és akkor igen. Az én kérdésem az volna, hogy amit elmondott, nagyon érdekes, az egyénre lebontva,
mi lenne az átlagembernek a feladata, hogy ezt az egész problematikát egy pozitív irányba próbálja terelni. Köszönöm, a kérdés nagyon fontos. Az egyén feladat, ami nem drága, az, hogy megértse, hogy ez így van. Hogy a hitét helyezze át ebbe. Tudom, hogy ez furcsán van, de abszolút más lenne. Tehát minden rendszert, a rendszer elemének a hite tart fönn, vagy tart össze. Azért működik ez a rendszer mégis, hogy ahogy működik, az azért van úgy, mert úgy hiszünk benne. Elhisszük azt a politikát, stb. Elhisszük, vagy kenyér, ez amit adnak, kenyérhelye, stb. Tehát ezeket mind elhisszük. Ezek, és hogyha elkezdenénk nem, mert például azt nem kell szabályozni, hogy édesanyád beséjét ne add el, hogyha már elmúlt 70 éves, és már nem kell annyira, hogy mindig kettő van neki. Mert ez nincs elterjedve, hogy eladnánk, pedig jó piaca van a beséjének. De még nincs elterjedve. Ezért nem kell róla szabályozás, stb. De az el van terjedve, hogy szántják az ártereket, ugyanolyan durvaságot mondtam, mint hogy az előbb remélhetően durva volt. Jó? Tehát ennyi. Ez az első dolog, és kinek második gyakorlati vezetőnek, kinek mekkora az íróasztala? Nyilván az államtitkárnak jobb a helyzete, mert nagyobb a hatóköre, ha meg kicsi, hogy mondja el a szomszédjának, a polgármesternek, hogy ő utána hogy vásárol a melyik közérben, stb. Tehát ezek mind utána, hogyha ez megvan értékrendileg, világnézetileg, akkor utána már fogja tudni az ember gyakorlatban, hogy mi van. Ezzel legyen nyitott, a természet visszatanít. Igen, tehát a legfontosabb az, hogy az emberek... A legfontosabb az lenne ezek szerint, az emberek tudatára megváltoztatni, ez egy információ, nem tudom, helyes kifejezés hadjárat, valahogy az embereket el kell látni helyes és egészséges információval. Úgy hívják, hogy hát átprogramozás, de van egy ismeretterjesztés, vagy edukáció. De akkor nem mindannyian programozottak vagyunk. Hol van? Erről van egy diám, de mindegy, elmondtuk. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Itt is van, meg ott is volt. Érnök úr, Bartok Norbert, jó napot kívánok, igen, most már ismerősek vagyunk. Néhány alkalommal már találkoztam, és én szoktam néha így kötözködni egy picit, de alapjában, hogy el kell, mondjam, értem teljesen a problémát, és meg is értem. Viszont vannak olyan kérdések számomra, amely mindig oda vezet, hogy ezt nem fogják elindítani. Az első kérdésem az lenne, hogy mi az az első lépés valójában, és most nem az egyén szempontjában, már megérti mindenki, hogy nyilván értjük a probléma okát, és ezen nem szeretnénk is tenni, de összességében mi lenne az ország szempontjában az első olyan lépés, amit meg kellene ahhoz tenni, hogy mondjuk visszatérjünk a tájgazdálkodáshoz. A másik kérdésem... Erre hagyd, mert nagyon rövid a szellemi kapacitásom, erre hagyd válaszok, mert nagyon jó kérdés, és valós kérdés, stb. És itt az, amiről beszéltem egyébként, az fejtegeti a kérdést, hogy nem reális, és hogy miért nem fogják elkezdeni, ez megtörtént, tehát nem kezdik el. Tehát ez simán megtörtént. A 2022 nem volt elég, hogy a kormányzat elkezdjen kommunikálni ősszel, hogy tisztelt gazdálkodók, ne vessetek oda, ahol volt már valaha bervíz, vagy tudod a területről, vagy ha nem tudod, akkor vagy kiadjuk neked ingyen nyilván a GIS-be, hogy meg a terep magasságaidat megmutatjuk, és a falugatásainkat felkészítettük, és elmondják neked, hogy ez a szintenként is, stb. Ez hogy van. És ne vessél oda, mert hát, ha lesz majd víz, ha lesz víz, akkor azt árvíznek fogják hívni, meg belvíznek. Ha belvíznek, akkor azt ott tartjuk. Tudom, sós egy kicsit, meg stb. De bármilyen víz jobb a víztelenségnél. És megfelelő helyben tartásról van szó. Tehát nem ott, ahol van, hanem vezessük le a vizeket, de ne a Fekete-tenger, Tiszába, Dunába, Fekete-tengerbe, hanem a helyben. Minden falu építsen 10 halastavat, ha tetszik, mondanám Szent István után. Tehát, de a halastóval, nehogy megint akkor a halastómérnökök ugye azt értik rajta, hogy medence, vizet teszük bőle, meg minden. Nem, az ami Magyarországon vagy a tiszai rendszerben van víz, a tó, abban lesz hal még mindig. Tehát, hogy azt értem, hogy tavat és abban lesz hal. Nagyon érdekes egyébként a természetvízi halászat. Megérzem, tudják, minden ceterum cenzorról el kell mondani minden előadáson. Be van tiltva a halászat a Tiszán. Be van tiltva 10 éve a halászat a Tiszán. És a magyar halfogyasztás egyrészt nincs, másrészt kétharmada külföldről származik. A Balatonnál, amit esznek drágán halat, az Észak-Olaszországból származik. A Balatonnál, a Tiszán nincs halászat, akkor miről beszél? Sikerül? Ez a rendszer jól működik? Ez bármit viszonyítunk? És hogy bármilyen kérdés megvan,
és erről beszéltem, hogy a szakember piszkosul el tudja mondani, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni. Én tudom, nem érdekel. Az a feladat, hogy azt találja meg, hogy miért igen. És hogy szerintem miért, vagy hogyan igen, el kell kezdeni mindezt elmondani. Most nyáron őt utána, és ez a válaszom, a szabályzókat ott az íróasztalunként úgy átalakítani a vízügyi üzemrendeket. Most nagy eredmény, hogy valami gátőr, vagy valami szakaszmérnök kegyeskedett megengedni, hogy valami csatornában legyen víz, az a belvízi szintmagassághoz képest is valahogy legyen. Most augusztusban. Hát szégyen, a szakma szégyene és bukása, azt mondom, őrült fontos. Hogy erről, hogy ezt még mondogatni kell, hogy hát ha lesz víz, akkor és megmérték Tordi Csabáék, hogy itt lesz délután. Hogy több a kaszált termény, ha árasztotta, tehát 8-szor annyi a kaszált termény. Igen, ezt bizonygatni kell. Hát azért ez szánalmas, és nem érünk erre rá. Tehát nem érdekes az, hogy miért nem lehet megcsinálni, tudom, hogy miért nem lehet, csak az érdekes, hogyan nem lehet. Át kell írni a vízügyi üzemrendeteket, a mezőgazdasági támogatási rendszer, szabályozó rendszer. Nem, most föl van kínálva lehetőségként, hogy lehet ilyen vízvisszatartó beruházás, meg nem termelő beruházás, és nem nagyon élnek vele. Hát nem lehetőségként kell felállni, hogy a kapszkalapot azt a fejben kell hordani, hanem kötelező kapszkalapot kötelező a fejben hordani, mert munkavédelmi okokból süt a nap. És hogy az erőszak? A tájnak az erőszakja. Nem az enyém, nem a Greenpeace-é, nem a nem tudom kié. A táj, mint szereplő mondja meg. Tehát nem emberi hatalomra hivatkozok, hanem van egy szereplő, akit nem kérdeztek meg eddig, hanem megerőszakoltak, stb. Elfejlesztették, stb. Ez a Tisza, mint táj. És ezt pontosan abban segítek esetleg tolmácsolni, hogy miről van szó, pontosan lehet tudni, és ez szerint át lehet alakítani, a jelenlegi intézményrendszer lehet át, nem kell újat kitalálni, több pénz se kell bele. Csak másképp kell a szabályzókat megadni, és a hozzárendelt kifizetéseket megadni. Válasz volt? Köszönöm szépen, igen. A másik... konkrétan is tudom, hogy akkor melyik csatornán, hogy kiegészít, ezt le lehet bontani a apró szintre. Értem. A másik kérdésem az lenne, hogy ugye a Duna-Tisza maga ivóvízként is szolgál bizonyos települések számára. Viszont vissza is vezet szennyvizet, olyan szennyvíz kerül vissza, amelyekből, tehát ebből a vízből már nem tudják kiszűrni még a különböző gyógyszerek, illetve hormonoknak a hatóanyag szintjét. Illetve, ha visszagondolok a romániai bányaszerencsétlenségre, aranybán ausztráliai tulajdonában bányaszerencsétlenségre, akkor gyakorlatilag ez egy olyan problémát okozhat, ami katasztrofális helyzetbe sodorhatna, akár mondjuk az egész tájat, az egész Dunán innenű részt, így mondom inkább. Hogy erre esetleg gondoltak-e, vagy van ezzel kapcsolatban mondjuk egy akár cselekvési terv is? Köszönöm szépen. Nagyon jó, köszönöm ezeket. Nagyon kézenfekvő, így gondoltunk. Én kérdezem, hogy még van 5 perc ebből, tehát a csúszás nélkül Imre bácsi jön, sírkodori, vagy rögtönsítő? Nem, én azt akarom csak mondani, hogy ilyesmi kérdéseket fogunk tartalmasan megtárgyalni 2 órán keresztül, jó, 2-től 4-ig. Jó, ez a délután fórum ezért van kibontani. Amíg van időn, válaszolok erre, vagy elkezdek. Csak tehát erről fog szólni, és ez őrült fontos. Még itt is van egy kérdés, hogy vissza, nem lesz idő rá, de itt a szennyvíz kapcsán annyi, hogy ott azt úgy lehet kezelni, tehát megint, hogy mit fogadunk el adottságként. A jelenlegi rendszer azt fogadja el adottságként, hogy összeszennyezzük a vizeket. Én meg azt javaslom adottságként elfogadni, ami a táj eredendő működése. Tehát nem kell összeszennyezni a vizeket. Ha már összeszennyezték, akkor a technológiai apparátus, meg azt a mérnöki szaktudást, az többi arra fordítani, hogy hogyan lehet megtisztítani. Megjegyzem, tisztítani csak is természetes folyamat tud, mert nem tud más. És az viszont tud, hát idő léptéke van. És nagyon jó a szabályozott rendszerek, és ahogy működött is ugye a cianid szennyezésnél a Tiszatónál, és a vízmérnököknek köszönhetően megvédték a biológikumot, amennyire lehetett, stb. Tehát, hogy mindez a mérnöki tudás, ezek is mérnöki rendszerek, miről én beszélek, vagy van az a vetülete, csak a működtetés más. Tehát, hogy ezt használni, hogy hogyan lehet, tehát pont itt ezek szabályozható dolgok, azaz kiengedem a tiszta vizet, a ciános vizet nem, és ott az élővilág onnan vissza tud települni. Például
Akkor most időrövidsége miatt akkor Németh Zoli elmondja fél percben az Árpád-szori. Tisztelt Gergőrvárosi professzor úr, én tudom, hogy Ák már nyugati határon és tanulmányozta az Árpád-szori rendszert, én kérdezem, hogy miért nem tetszik róla beszélni, hiszen akkor is ugyanezek voltak a problémák, mégis megoldották ezt a kérdéket. Hosszabban is válaszolhatnék, de én azért nem beszélek, mert én Tiszai Alföldön azt látom, hogy megvan az a, infrastruktúra hálózat kanyargósan, amit szegény rába közben, tó közben egyenesen kellett kiépíteni. És az egyeneses vonal az sokkal inkább tartozik egy rómaias, vagy az a másik fajta gondolkodásmód szerintem, de szerencsére a Tiszai Alföldön nincs szükség rá, mert bennek megjegyzem, föltörténtileg el tudom mondani, hogy azért, mert a Tisza utólag zökkent át oda, ahol most folyik, és addig is az északi középhegységből, amit most úgy hívunk, folytak lefele a folyók, és ezeket lefejezte, és a folyómedrek megmaradtak. Azon kívül, hogy a folyó csinál magának a folyómedre. Ez most lehet, hogy gyors volt. De van egy természetes infrastruktúra, amit, igen, amit lehet használni. De itt az a kérdés, hogy tehát van a tó közben egy megoldás, Németh Zoltán, mutatom az urat, szokott róla előadást tartani. Holnap a nyomelemekről. És fog is holnap. Holnap fél tízkor Németh Zoltán. Na, tehát, hogy lesz róla szó, akkor már is nem válaszok tovább, mert akkor elmondok. Itt még gyorsan köszönöm. Nekem egy megjegyzésem lenne az előadásokhoz kapcsolódóan. Csináljuk, saját területen működik, és igazad van. Eddig ez minden körül boldog. Viszont az a helyzet, hogy ezzel az előadással, ezzel a kommunikációval csak és kizárólag ellenszenvet sikerül építeni az egész elképzeléseddel szemben. Itt én úgy gondolom, hogy te egy abszolút radikális és jó megoldást akarsz, ez nem fog menni. Az a kérdés, hogy tudunk-e apró lépésenként haladni, akkor ne kockáskingerjük be a gazdákat, akik 4x4-es terepjáróval járnak, és közben haszályt csinálnak, hanem adjunk perspektívát. Beszélsz állatokról, amik nincsenek, beszélsz legeltetésről, és beszélsz magántulajdonról, amit ugye másként akarunk hasznosítani, részbe el akarunk vonni, vagy annak a hasznosítását korlátozni. Na most azért a gazdatársadalomban az 52-es TSZ-esítés, meg a 62-es igen meredeken él. Tehát magyarul ezeket nem így kéne kommunikálni, hanem lépésről lépésre kéne haladni. Ezzel tudnánk a véleményem szerint eredményt elérni. Túlságosan radikális vagy. Ez így nem megoldható. Nagyon köszönöm ezt, és tényleg záró. Hosszan válaszolok majd 2 óra után. Most... De erről kell válaszol, mert ugyancsak nagyon fontos. A kisebbségnek vagy a gyengének muszáj radikálisan levegőt vennie is van valami, én értem, de, és a másik pontosan tudom, mert tanár vagyok, hiszek az emberi butaságban, úgy értem, megtapasztaltam, és azt is tudom, hogy pszichológiai kérdésről van szó, és még azt is tudom, hogy ez nem hatékony. Csak, és azért vannak munkatársak, akik majd szebben beszélik komoly, hogy mondjam, milyen női képességekkel, hogy tudjanak beszélni az érzékeny lelkűekhez is, de hogy nincs erre idő. Tehát, hogy a radikális is jó, az ugye nem, mert így mondja, hogy radikális jó. Nem. Tehát, hogy ez nem összefügg, és pontosan tudom, és én vissza is vonulok, tessék csinálni. Csak én annyi, tehát 20 éve ezt mondom, és ugye nem elég hangosan, nem elég radikálisan. És egyszerűen az a felelőssége a gazdálkodónak, és ezzel a gondolattal befejezem, tehát mindenféle gyógyulásnak az az alapja, hogy bevallom, hogy rosszul, hogy beteg vagyok, vagy hogy van a helyzet, tehát a valóságot bevallani, tehát ahol vagyok, oda jöttem el alapján, és amíg ez nem megspórolható az a katarzis az egyes kockásinges gazdálkodókban, hogy ezt nem jól tudtam eddig. Az egyetemen nem jól tanították a professzoraim. És ez történik, ez a katarzis, ez a változás történik. De mondom még egyszer, abszolút aláhúzom, vagy egyetértek vele, hogy nem hatékony, ugye az emberi
működés nincs jól belekalkulálva, de én nekem most itt adatott másfél óra, és már itt állnak a sarkomban, kénytelen voltam ezt így elmondani, hogy hát ha a Holdon is látják, vagy akik a Holdat nézik, mert az a tapasztalat, hogy nem, de, és kérem a gazdálkodó kollégákat, hogy ne megsértődjenek, hogyha igen, akkor saját magukra. Hanem gondolják ezt át, és azt mondják, hú, tényleg. Sőt, még durvábban, hogy tényleg. És ahhoz viszont ez kell. Tehát Csernus Imrét mit eszembe a sírtenem, aki ugyancsak nem értek egyet. De mindesetre van az a módszertan, hogy, vagy az a kínlódás. Hangsúlyozom, én nekem, ne, tehát én ellovagolgatok, meg nézem, hogy mi a fúj otthon. Tehát, hogy nem bánnám, ha nem kéne, vagy hogy felkéregetnek az államtitkárok, hogy mondjam már ezt így. Vagy így mondom el, és ők majd megcsinálják jól, hogy úgy megértsék. Csak az a tapasztalat, hogy félre megy. Tehát minden dolog, amikor piszkos volt lenni, vagy kéne, mert elkezdik ezt, ez még fontos, elkezdik ezt megvalósítani, akkor kompromisszumok kapcsán félre fog menni. Klasszikus vicc Molnár Gézától, hogy emlékezünk meg róla, nem is vicc, hanem tanmese, ugye a varrógép, meg a géppisztoly, nincs meg elmondom gyorsan, Kirkózoli megengedi, hogy Iván a varrógépet járva dolgozik, mennek hozzá vodkázni a többiekkel, és azt mondja, itt a feleséged itt varr a kézzel, miközben te a varrógép, nem igaz, hogy nem loptál még haza egy varrógépet, azt mondja, hagyjad már az ötödiket, hozom haza, összeszedeljük, és mindig géppisztoly lesz belőle. Aki a szocializmusban volt, az tudja, hogy miről van szó, vagy a hátterét is. Tehát, hogy nem az, aminek látszik, és hogy amikor elkezdik összerakni a kompromisszumok, meg a finom, vagy a, nem tudom, ezek mentén, amit mondtál szempontokat, akkor elcsúszik. És egész egyszerűen muszáj, én azt a szerepet vállom magamra, hálátlan szerepet, hogy fenntartok egy irányt ilyen radikálisan vagy csúnyán. Ezzel együtt kérek egy kis, hát nem is tudom, mondom, nem fog menni a gazdálkodóknak a katarzisa nélkül, hogy ú, tényleg. És hogy igazakat mondok sajnos. És erre az egyre tudok számítani, hogy a mentségem legyen magam. Köszönöm szépen.